üdvözlöm a szubjektív nézőit. Nagy Pál a Zentai Közgazdaság és Kereskedelmi Iskola tanára nemrégen dr. György Anátosevi díjban részesült. Az elismerés, illetve a tanári hivatás kapcsán a tanárnővel beszélgetünk. Jó napot kívánok, üdvözlöm! Jó napot kívánok, üdvözlöm is, és a kedves tévénézőket is! Mindössze hat éve tanít a közgazdasági és kereskedelmi iskolában Zentán. Hogy érzi, hogy miért kapta ezt az elismerést? Remélem, hogy az eddigi munkám miatt kaptam. Igen, lehet, hogy hat év az rövid időnek tűnik, de én, én úgy érzem, hogy örök két voltam. Azért kaptam, mert az elmúlt időszakban is nagyon kitartóan és nagyon sokat dolgoztam azon, hogy előre mozdítsam nem csak magának az intézménynek a munkáját, hanem a saját magam munkáján is, illetve fejlődésemen nagyon sokat dolgoztam, és a gyerekekkel rengeteg versenyen jártunk, ahol nagyon szép eredményeket értünk el, úgyhogy úgy érzem, hogy ez egy komplex, egyébként nem csak egyéni, hanem csapatmunkának az eredménye. A dr. György Anatosevidi az egyik legrangosabb elismerés, amit, amiben pedagógus részesülhet. Önt a közgazdaság és kereskedelmi iskola terjesztette fel ele az elismerésre, az az indok alapján, hogy a tehetséges tanulókkal kiemelkedően dolgozik, foglalkozik. Hogy érzi, hogy hogy tudja megtalálni a tehetséget a tanulókban, illetve hogy tudja a készségeket fejleszteni bennük? Azt gondolom, hogy minden tanulóban van nagyon sok rejtett képesség, ami nem biztos, hogy az első pillanatban látszik, de hagyni kell nekik szabad teret, hogy ez kijöjjön és hogy kibontakozzon. Ehhez tudnám kapcsolni azt például, hogy az egyik diákommal, aki Próbe Juventus díjas, kolléger Maxwell-el, én szociológiai témájú munkán dolgoztam. Tehát azzal kell foglalkozni, ami őket is érdekli. Hagyni nekik teret, és abban, amiben ők érzik magukat jónak, erősnek, illetve amiben ők érzik magukat képesnek, abban támogatni őket. És hogy érzi, hogy ebben az oktatási rendszerben erre mennyire van mód, hogy igazából egyéni fejlesztést alkalmazzon a tehetséges tanulóknál? Úgy gondolom, hogy ez tanári hozzáállástól is függ, és itt a példa, hogy van rámód, pont azért, mert én is az egyik legnagyobb sikeremet nem a szakterületemen értem el diákkal, hanem egy másik szakterületen. Őt a vallás érdekli, ezért a vallással foglalkoztunk. A másik csapatom, akik a pénztárversenyen nagyon eredményesen szerepeltek, ők viszont már gazdasági témájú versenyen. Tehát ki miben ügyes, és kit mi érdekel, abban kell velük foglalkozni. Ez az én hozzáállásom és az én nyitottságomnak az eredménye. De egyébként, a mi iskolánkat ez maximálisan jellemzi, tehát nem én vagyok az egyedüli, hanem a kollégáim is ö, nyitottak arra, hogy bármilyen területen segítsenek a diákoknak. És milyen módon tud velük foglalkozni az órák, a szakórák keretein belül, vagy erre külön alkalmak vannak, amikor a diákok járnak önhöz? Az elmúlt időszakban, ugye én most egy végzős, negyedikes osztály osztályfőnöke vagyok, és az elmúlt időszakban én legtöbbet az én osztályom diákjaival foglalkoztam. Ez nem azt jelenti, hogy másik osztályokkal nem, de velük legtöbbet, mert őket ismerem a legjobban, és bármilyen versenyfelhívás volt, akkor én ezt ugye tudattam velük, és akinél láttam bármiféle hajlandóságot, hogy megcsillant a szeme, akkor természetesen ott azzal elkezdtünk foglalkozni, úgyhogy mondhatom azt valójában, hogy ez több év munkájának az eredménye. Tehát ezek a versenyeredmények, eredmények, mert elsőskoruk óta mi megyünk versenyekre, próbálkozunk, és a, annyira szépen látszik a sikernek a, az íve, hogy hogy ível fölfelé, mert például maxwell -el is először túljutottunk a legalacsonyabb selejtezőn. Utána már tovább. Aztán a következő évben megnyertük. Tehát ez, ez mutatja azt, hogy milyen pályát járunk be egy-egy ilyen munkával. Én még az elején, akkor, amikor hogy mire nyitottak, akkor abba az irányba próbáltam velük tovább dolgozni és tovább foglalkozni. És hogy érzi, hogy hosszú távon egy szaktanárnak a munkája mennyibe befolyásolja a tehetséges tanulók továbbtanulását, vagy az életben való boldogulásukat? Biztos vagyok abban, hogy magának a tanárnak a, a megjelenése, a habitusa nagyon sokat jelent, abból a szempontból, hogy azt az adott tantárgyat mennyire fogja valaki megszeretni. Ez nagyon érdekes. Én a saját életemből is tudok egy példát venni arra, hogy én mennyire megszerettem középiskában egy tantárgyat, azért, mert olyan volt a tanár személye, olyan lelkesedéssel adta át. És nekem ez egy, egy ilyen példa, amit én szeretnék követni. Tehát én olyan, olyan ö, ö, lelki, lelkesedés, Átéléssel próbálom nekik átadni azt, amit én például a gazdasági életbe elsajátítottam, bizom benne, hogy ez majd az ő további döntéseiknél ott lesz a kis fejecskéjükben, mert, mert én mindig arra törekszem, hogy nem, nem arra egy, de mindenféleképp gazdaságra, gazdasági irányba menjenek tovább. Arra menjenek tovább, amit szeretnének. De az, amit én itt tudok nekik adni, vagy a mi iskolán tud nekik adni, az mindenhova egy jó alap lesz. Tehát majd aztán ők nyilván Elsőben, másodikban nem tudják, még véletlenül se tudják, vagy nagyon kevés az, aki tudja, hogy pontosan merre tovább. Sőt, még harmadik, negyedikben is ez probléma nekik. De bízom benne, hogy én tudok nekik egy olyan alapot nyújtani, ami majd segíti őket ennek a nagyon fontos döntésnek a meghozatalában. Beszélgetünk, eddig beszélgettünk arról, hogy abban az esetben, hogyha észreveszi, hogy egy diák különlegesen érzékeny egy téma iránt, akkor vele tud foglalkozni. Mi van az ellenkező esetben, ha mondjuk rá egy diák nem érdeklődő vagy zárkózott? Ilyen esetben mit tehet egy pedagógus? Ilyen esetben nyilván az semmiféleképpen nem jó, hogyha erőltetjük. Tehát annak jó vége nem nagyon lesz. Tehát én azt vallom, hogy ami érdekli, azzal, ha nem nyitott ezekre a témákra, semmiféleképpen nem erőltetem, hogy de igen, ismert én tudom, hogy képes vagy. Persze próbálok valamilyen formában ráhatni, de hogyha látom, hogy, ez, hogy, ő, hogy ő erre nem nyitott. Nagyon sok olyan, például jó tanuló van, aki egyszerre nem szereti magát megmutatni versenyeken, de ezt nem lehet erőszakkal. Ehhez kell egy, egyfajta nyitottság, és ez pedig a, az adott tanulónak a természetéből ered. Tehát nem, erőtetni nem jó. Ha valakit ez nagyon nem érdekel, hogy ő külön foglalkozom valamivel, akkor én azt nem szoktam erőltetni. Nyilván megint más az, hogy a tantárgyon belül azért megfelelő követelményeknek meg kell felelnie, tehát azt meg kell, hogy tanulja, de akkor nem próbálom minden áron arra irányítani, de igenis neked kell menni versenyre azért, mert én tudom, hogy képes vagy, ha egyszerűen nem akar. Volt ilyenre példa az elmúlt időszakban, de akkor tudtam, hogy őt ő nem. Tehát annak idején, amikor én középiskás voltam, én sem voltam egy versenyre járó típus. Jó tanuló voltam végig, meg szerettem tanulni, de egyszerűen nem volt meg bennem akkor még az a fajta vágy, hogy kiálljak és megmutassam. Én az én dolgomat elvégeztem, de több nem. És nagyon sok ilyen diák van, de őket nem szabad erőtetni. Majd eljön az a pillanat, amikor változni fog ez bennük. Hogy ez a középiskolai tanulmányaik folyamán lesz -e, vagy esetleg később, az a jövő de Mindenféleképpen hagyni kell őket, hogy akkor is úgy bontakozzanak ki, ahogy ők szeretnének. Hát akkor, ha jól értem, akkor azt is állítja, hogy a pedagógiai munka kapcsán nagyon fontos a pedagógus érzékenysége, a szaktanár érzékenysége, hogy megérezze, hogy, hogy diák-specifikus dolgokról van szó. Igen, mindenféleképpen. Tehát a tanárnak nagyon jól kell ismerni a diákjait. Én mindig arra törekszem, hogy egy picit belelássak az ő lelkivilágukba is hogy többet tudjak róluk, mint amit csak itt lezajlik az órán. És, és próbálok egy olyan arany középutat követni, hogy jó viszonyban legyek velük, tehát emberi módon kommunikáljak velük, nem csak úgy, hogy tanár meg diák, mert azért nyilván a tanár meg a diák között meg kell, hogy legyen egy bizonyos disztans, egy különbség, vagy egy, tehát tudnia kell a tanárnak azt, vagy és a diáknak is, hogy ki a tanár, ki a diák. De ezen kívül én próbálok velük azért egy közelebbi, egy, egy emberi kapcsolatot kialakítani, úgy, hogy ne lépjünk át bizonyos határokat. És ez nagyon sokat segít abban, hogy én jobban megismerjem őket. Mert sokszor van az, hogy amit az órán látok, eleve ugye, amikor az órán egy egész osztály van, mindenkivel külön-külön úgy mond, nem tudok foglalkozni. De valamilyen másik munkák kapcsán, vagy akár házi feladatok kapcsán, akár valamilyen események kapcsán, jobban meg tudom őket ismerni, és ez nagyon sokat segít abban, hogy például akár a tehetséggondozás kapcsán tudjak lépéseket tenni. És mennyire nehéz egyensúlyozni ezen a határvonalon? Hogy az ember megtartsa a távolságot tanárként, hogy megmaradjon a tisztanát, hogy megmaradjon a viszonyulás, ugyanakkor emberként mellérendelve kezelni a diákokat? Ezt a vonalat sokszor nehéz, de nem lehetetlen megtartani, mert ezek a diákok, akik hozzánk járnak, ugye, első-másodikban még mondhatnám azt, hogy pici kék, zöldfülűek, de harmadik, negyedikben már gyakorlatilag fölnőtt emberek. Tehát én fontosnak tartom azt, hogy ők érezzék, hogy igenis én elismerem azt, hogy ők már önálló gondolatokkal rendelkeznek, valahol a fölnőttkor határán vannak, de ugyanakkor tiszteletbe kell tartaniuk azokat a szabályokat, amiket én, mint tanár, megszabok nekik. Ha ők ezeket a határokat nem lépik át, akkor tudják azt, hogy úgymond jóban vagyunk. Tehát, itt is megint az az arany középút jön ki, mert bizony nekik is azzal tisztába kell lenniük, hogy nem barátok vagyunk. Tehát erről szó nincsen. Én a tanárjuk vagyok, ők a diákok, de ugyanakkor sokszor kollégaként kezelem őket. Mert hogy ugye ez is ered abból a tanári szakmának a sokrétűségéből, sokszínűségéből, hogy én van olyan, amikor az anyjuk vagyok, van olyan, amikor a kollégájuk vagyok, van, amikor a felügyelőszerv vagyok, igaz? Van, amikor a segédjük vagyok. Tehát attól függő hogy milyen konkrét helyzet alakul ki, ahhoz alkalmazkodunk. De én alapmottónak tartom azt, hogy mindig meglegyen az a, az a jó közérzet. Tehát akkor tud egy diák igazán alkotni, és akkor tud fejlődni, ha biztonságban érzi magát, ha jól érzi magát. Mert hogyha ő begörcsöl, gyomorra jön egy órára, akkor biztos vagyok benne, hogy jól érezni végképp nem fogja magát, de megtanulni se fog semmit. Tehát valahol ezt így ötvözve, hogy átadjam azt a tudást, amit szeretnék nekik, de ugyanakkor, egy jó viszony, egy jó hangulat legyen közöttünk. Ez egy ilyen alap. Én mindig erre törekszem. Egyébként ebben nekem nagyon sokat segített a mesterképzésen, amire néhány évvel ezelőtt jártam, miután ugye a közgazdász diplomám mellé még szükséges volt, illetve hát egy saját belső indítatásból is szükséges volt, hogy megszerezzem a pedagógiai mesterdiplomát. Ott nagyon sokat tanultam erről. És akkor úgy, úgy sok minden letisztult a fejembe, és sok mindent megértettem, amit addig a gyakorlatban már láttam, de akkor hozzá is tanultam, a szükséges tanulmányokat elvégeztem, és, és tényleg ez ez egy ilyen alap gondolat az én fejemben, hogy egy jó viszonyt ápolva minőségi oktatás folyjon az én óráimon. Hat éves szaktanári tapasztala alatt, hogy érzi, hogy hogyan fejlődött a pedagógiai munkássága, vagy volt egy ilyen fejlődési időszak, hogy például az első években nehezebb volt türelmesnek lenni, vagy nehezebb volt átadni azt, amit szeretett volna, és akkor mostanra ez így kiford, vagy végig egy szinten sikerült teljesíteni. Saját magamat leptem meg legjobban az elején, mert olyan óriási türelmem van, amit én saját magamról nem feltételeztem. Tehát azt mondhatom, hogy az első pillanattól kezdve megtaláltam a diákokkal a hangot. Ezen csak fejleszteni tudtam a tanulmányaim kapcsán is, mert hát ahogy múlik az idő, és ahogy egyre több és annyira különböző diákkal dolgozik egy tanár, hogy megtanulja, megtanulja kezelni a különböző helyzetek tehát én büszkén mondhatom azt, hogy ö, óriási türelemmel tudok feléjük fordulni. Tehát ö, egyébként a diákok is van úgy, hogy ezt mondják, hogy tanárnő mennyire türelmes. Mikor már ők érzik, hogy kezdik feszegetni a határokat, de én mindig megpróbálom ö, nyugodt módon, tehát ö, ö, emberileg megfelelően kezelni ezeket a helyzeteket, és, és ebbe, ebbe, ahogy több tapasztalatom lesz, talán csak tovább tudok fejlődni. A dr. Gyorgy Anatosovi díjra visszatérve, mit jelent önnek ez az elismerés? Segíti majd a munkájában? Az én munkám eddig is úgy gondolom, hogy az jellemezte, hogy maximális odaadással és maximális erőbedobással dolgozok, ez ezután is így lesz. Ez a díj, ez megerősített. Ez nekem egy akkora pozitív visszajelzés, egy akkora feedback arra vonatkozóan, hogy, hogy néhány éve, amikor ott hagytam a bankszakmát, és átjöttem a tanügybe, hogy akkor én egy jó döntést hoztam. Ez, ez engem most nagyon megerősített. Tehát a hozzáállásom, a, a munka morálom, a munkatempom az eddig is próbált, vagy én próbáltam, hogy a maximumon legyen, tehát a tőlem telhető legjobbat nyújtsam, és ez a jövőben is így lesz. De ez a díj, ez, ez, az, amikor az ember érzi, hogy igen, hogy akkor ez így jó. Hogy jó helyen vagyok, jó úton vagyok, és csak így tovább. Annak idején miért döntött úgy, hogy a bankszektorból az oktatás megy át dolgozni? A gondolat már jóval előbb megért bennem, tehát volt egy ilyen fajta, sőt, még amikor pályát választottam, azelőtt én egy jó darabig matematikusnak készültem, tehát tanári pályára, aztán az élet valahogy máshogy hozta, de ö, éveken keresztül érlelődött bennem, és már jó idővel azelőtt, hogy ez tényleg megtörtént volna, már, már a fejemben volt, hogy szeretnék tanítani. De akkor volt egy olyan lehetőségem, amit, amit nem nem tudtam kiadni. Egy pillanatig se nem gondolkodtam. Tehát ö, ö, olyan nagy örömmel jöttem át az iskolába, és olyan elánnal vetettem bele magamat a munkába, hogy, hogy ö, tulajdonképpen a legjobb döntése volt az életemnek. Az előbb említette azt, hogy jött egy ilyen lehetőség az életébe, és hogy azonnal úgy Igen. döntött, hogy váltani fog. Hogy alakult ez így? Mi volt ez a lehetőség? Ez egy nagyon egyszerű dolog volt, ugyanis ez ugye szeptember 1-én kezdődik az új tanév, azelőtt néhány nappal. Én akkor egy bankban voltam konkrétan kiképzésen, egy kiképzőközpontban, és akkor hívott az iskola titkárnője, hogy lett egy hely, és hogy mivel én már előzőleg beadtam nyilván a pályázatot, és akkor szólt, és, és én rögtön visszajeleztem neki, hogy jövök holnap, úgyhogy ez ilyen gyorsan történt. Azért megmondom őszintén, az az éjszakám, az hosszú volt, de de az első pillanattól tudtam azt, hogy, hogy el fogom fogadni. Ebbe támogatott a családom is, férjem is egyébként tanár, tehát ő, ő is mellém rögtön, és mindenképpen jót tett a családunknak is, mert egy sokkal rugalmasabb munkabeosztásban dolgozom, és sokkal nyugodtabb vagyok, tehát. Amikor az ember azt csinálja, amit szeret, akkor az mindenféleképpen föltölti, és az élet más dolgaiban is sokkal rugalmasabban, könnyebben tud gondolkodni és cselekedni. És mennyire követi a már elballagott tanulók előmenetelét? Követem, nagyon sokan, ugye akár közösségi portálokon is ismerőseim, vagy ha összefutunk, nagyon szeretem velük, szeretek velük utána tapasztalatot cserélni, hogy, hogy hogyan alakult a sorsuk. Úgyhogy akit csak tudok, követek, akivel csak találkozok, azt mindig kifogatom, kikérdezem, hogy merre van, mit csinál, hogy tetszik-e neki az, amit csinál, hogy milyen alapot kapott itt nálunk, hogyan emlékszik vissza azokra az évekre, amiket itt töltött. És én eddig még csak pozitív visszajelzéseket kaptam. Nagyon büszke vagyok erre, hogy azok, akik tőlünk kikerülnek, megállták a helyüket, bármilyen egyetemről, bármilyen munkahelyről is legyen szó. Korábban elég sokat beszéltünk már arról, hogy tanárként az egyik feladata az, hogy felfigyeljen a diákokban rejlő tehetségre, és hogy ez alapján foglalkozon a későbbiekben velük. A későbbi pályaválasztás szempontjából szokott-e tanácsokkal szolgálni a diákoknak? Szoktam nekik tanácsokkal szolgálni, ha kérik, illetve ha én látok valami olyan kirívódó, amit úgy érzem, hogy meg kell, hogy osszak vele, mondjuk, hogyha valakinek nagyon jó a beszélő képessége, nagyon jól elő tud adni, hogy ha ebbe az irányba gondolkodik, akkor mondjuk egy jogi egyetem. Tehát igen, meg is szoktak kérdezni, meg meg én, én abba szoktam őket mindig erősíteni, hogy merjenek, merjenek arra menni, amire szeretnének. Tehát ne az legyen, hogy akár szülői nyomásra, akár tanári nyomásra válaszolnak esetleg egy olyan pályát, amit utána nagyon bánni fognak, hanem merjék azt lépni, amit ők szeretnének lépni. A mai világ az már nem olyan, mint régen, 50 vagy 100 évvel ezelőtt. Az ember elkezdett egyféle foglalkozást, akkor nagy valószínűséggel 40 évig ugyanabban a cégben, vagy ugyanazon a helyen, ugyanabban az intézményben dolgozott. Ma már nem ez van. Tehát ma már lehet váltani, sőt, kell is váltani. Sőt, egy képzésen nem régen azt tanultuk, hogy most már két évente kellene váltani, ami egy kicsit meredek, de a jövő az ez. Tehát én arra biztatom őket, hogy merjenek lépni, ha úgy alakul, hogy nem az az, akkor merjenek váltani, de mindenféleképpen keressék és találják meg önmagukat. Na, köszönöm szépen, és gratulálok az elismeréshez. Köszönöm szépen, és köszönöm a lehetőséget a szubjektívben Nagy Pál Judittal, a közgazdaság és kereskedelmi iskola tanárnőjével, a dr. Gyorgya Nátosevi díj kapcsán és a tanári hivatása kapcsán beszélgettünk. Köszönöm a figyelmet!